Nagyon sok barátommal beszélgetek, és mindannyian azt mondják, hogy nagyon szép ez a korszakváltás, nagyon szépeket mondtok, minden rendben van, csak hát a korrupció. Minden politikus korrupt, a korrupció felemészti az országot. Mit lehet ilyen helyzetben tenni, mit lehet kezdeni ezzel a korrupcióval? Azt hiszem a korszakváltásnak ez a lényege, ez az első számú, ugye? A korrupció. Nem csoda. Hogy Magyarország polgárai korszakváltást akarnak, hiszen pont abból van elegük, hogy az ő pénzükkel visszaélve, azt lenyúlva eh, gazdálkodnak, most saját javukra politikusok. Tudják, sokáig azt mondták nekünk, hogy a korrupció az a demokrácia és a piacgazdaság kiépülésének mellékterméke. Egy kényszerűen elviselendő jelenség, ezt mondták nekünk. De És ez igaz lehetett a rendszerváltozás első húsz évére de ma már minőségileg más a helyzet. Az elmúlt három évben a korrupció a tekintély uralmi rendszer kiépítésének alapvető módszere és célja. Ez a nagy különbség, ez a még súlyosabb helyzet. De azt is látnotok kell, hogy nekünk nem elég a mostani extrém méretű korrupciót felszámolni. Ha azt akarjuk, hogy visszatérjen a polgárok hite Magyarország talpraállásában, egy új korszakban, a politika becsületében, akkor az el, a megelőző húsz év, korrupcióját is tűzzel, vassal ki kell írtanunk, lehetetlenné kell tennünk. Ezért fogadtuk el a Zéro Korrupció Programot. A Zéro Korrupció Program ugyanis a legkisebb védséget is megtörli, egy olyan sonda, amelyet ha egy politikus megfúj és a legkisebb mértékben elszíneződik, akkor annak a politikusnak visszavonjuk a politikához való engedélyét. De hogy ne csak a levegőbe beszéljek, mert már sok ilyen ígéretet hallottak Magyarország polgárai. Azt vállaltuk, írásban letettük, jogszabályba foglalva a tervezetet. Magyarországon az állam és magáncég közötti szerződés csak akkor léphet majd jogilag hatályba, ha előtte fölteszik az internetre. Azt vállaltuk, hogy minden egyes pályázatnál a bírálóbizottságban civil képviselők lesznek, a bírálóbizottság összetétele utólag megismerhető lesz, és minden vesztes megismerkedhet a saját bírálatával, és utána fellebezhet. Ha így lett volna a trafik kiosztás, most nem lenne botrány. És végül azt vállaltuk... És végül azt hogy a politikai kampányfinanszírozásban csak átlátható, kampány számláról lehet majd gazdálkodni, hogy mindenki tudhassa, hogy mire kapták, honnan kapták és mire költötték a politikusok a pénzt.